Lábtörlőt szülnek a dolgozók az egykori Kétyi iskolában kialakított varrodában. Már több mint 10 dolgoznak itt, mindannyian megváltozott munkaképességűek. Antal Gabriella 50%-ra van leszázalékolva, mozgásszervi és pszichiátriai betegségei miatt. 5 különböző végzettsége is van, ám elhelyezkedni eddig nem tudott. Ezért jelentkezett a Kétyi céghez dolgozni. A munkát és a csapatot is szereti. Először vágtuk ugye az anyagokat, akkor jött most a szövés, és hát majd később azt mondta a Molnár István úr, hogy akkor később majd a varroda, hogyha megjönne az összes varrógép, akkor majd varni fogunk. Mármint aki tud itt varni, én még nem tudok, de majd meg szeretnék tanulni, és hogyha megtanultam, akkor utána oda is beszeretnék majd dolgozni. Állami vállalatoknak, büntetés végrehajtási intézetek dolgozóinak egyenruháit, valamint ágyneműket, szőnyegeket és egyéb ruhaneműket készítenek majd itt. A termékek egy részét nagy vállalatoknak is értékesítik, itt például lakberendezési áruházaknak is adnak majd el a Kétyi intézményben készült textíliákból. A dolgozókat 4 órában foglalkoztatják a minimálbér arányos részéért. Az itt dolgozók közül többen valamilyen szerzett vagy vele született sérülésből adódóan rendelkeznek csökkent mozgásképességgel, de vannak olyanok is, akiknek egészségkárosodása a pszichiátriai vagy éppen belgyógyászati megbetegedésből adódik. Nagyon vegyes az összetétel. Foglalkoztatás szempontjából a 40%-os munkaképesség csökkenés már megfelel, tehát azokat a személyeket tudjuk. Vannak itt 80-90%-os egészségkárosodottak is. Az a nehéz, nekik a megmaradt munkavégző képességünknek megfelelő feladatot, munkát találni. A 160 négyzetméteres épületet a Kétyi önkormányzat ajánlotta fel a cégnek, és tette rendbe mintegy 1,5 millió forintnyi saját forrásból. Gödrei Zoltán polgármester azt mondja, a környéken sok megváltozott munkaképességű ember él, ezért döntöttek úgy, hogy támogatják az üzem kialakítását. Amikor a cég képviselője megérkezett és megnézte, hogy végül is mekkora hely van és alkalmas-e, így van, akkor Azt kérték csak, hogy esetleg mi tegyük alkalmassá munkavégzésre. És hát hála Istennek a testület is úgy állt a dologhoz, ahogy én, mert hogyha csak én szerettem volna, akkor az nem sok mindent ért volna, és az anyagi forrást biztosította, és így rendbe tudtuk tenni. A 3 munkaterem Kétyen összesen 25 megváltozott munkaképességű dolgozót képes befogadni.